Holttestre bukkantak a járókelő kedden reggel a Szépasszonyvölgyben a Kőkút úton egy pince előtt. A rendőrség lezárta a környéket, a délelőtt folyamán senki nem mehetett be az utcába. A környéken lakók előbb mustgáz okozta tragédiára gyanakodtak, később kiderült, az áldozat megégett. Úgy tudjuk, az éjszaka folyamán néhányan pukkanásszerű hangot is hallottak. Információink szerint az áldozat egy 48 éves egri férfi, akinek holtteste mellett fáklyát, illetve ahhoz használatos folyadékot is találtak. Az elsődleges vizsgálatok kizárták az idegenkezűséget. Azt, hogy baleset okozta a tragédiát, vagy szándékos öngyilkosság történt, egyelőre nem tudni. Az egri rendőrkapitányság közigazgatási eljárást indított az ügy körülményeinek tisztázására.